Ma este a tragikus sorsú, zseniális francia szobrásznővel, Camille Claudel érzelmi világának legfontosabb mozzanatéval találkozunk Tunyogi Henriett táncszínházi előadásában. Ahhoz képest, hogy Claudel milyen óriási alkotó volt, kevesen és keveset tudnak róla, talán csak annyit, hogy Rodin szeretője volt. Így halála után is megmaradt Rodin árnyékában, holott egyáltalán nem mondható sem Rodin epigonnak, sem csupán Rodin tanítványnak, sem kisebb tehetségnek, mint a franciák nagy szobrásza. Rodin nem sokat tett Camille elismertetésének érdekében, sőt, egyre kevesebbet annak arányában, ahogy nőtt benne a féltékenység a szobrásznő iránt. Az sem segített Camille-nak, hogy nőnek született. Abban az időben nem nézték jó szemmel, ha egy nő alkotott, és az alkotó csak kiélezett kritikára számíthatott. Legtöbbször még a márványt is megtagadták tőle. Végül ő maga adta meg karrierjének és hírnevének a kegyelemdöfést azzal, hogy összetörte szobrénak 90%-át. A párizsi hatalmas Rodin múzeumban egy kicsike szobában elfér mindaz a szobor, amelyet meghagyott az utókornak ez a különleges nő. Mégis ez a csekélyszámú alkotás is meggyőz arról, hogy Claudel a maga nemében volt olyan zseni, mint Rodin. De nem is szabad őket összehasonlítani. A két alkotó merőben különböző egyéniség volt. Rodin lehozta az eget a földre monumentális természeti spiritualitásba megnyilvánítva anyagban a szellemet. Claudel földiből teremtett légi és anyag feletti lényeket, mint egy pillanatfelvétellel kőbe örökítve azok anyagtól való elszakadását. Szinte a fizika törvényének ellentmondó ilyen pillanat egyik leglenyűgözőbb alkotása a valcer, La Valse. Ez a szobor ott áll Debussy zongoráján, akit viszont a Holdfény, Clair de Lune című művére ihlette a szobrásznő. Rodin kora egyik legsikeresebb, legelismertebb, leggazdagabb művésze volt. Camille egyik a legméltánytalanabb elbírálás szenvedőknek. Szobrait zsűrik nem fogadták el. Igen, Rodin könnyű volt elfogadni. Ő hülyen adta vissza az embert. Ő volt a klasszikus, mindenki számára érthető, Claudel az impresszionista, a forradalmára modern, a meg nem értett. De mint embert sem fogadta be a társadalom. Szabad elvűségével, társadalmi korlátokat nem ismerő egyéniségével kihívta maga ellen az emberek ítéletét és előítéletét. Mikor Debussy először látogatta meg lakásán nem kis elképedésére, pedig ő sem volt kimondottan kispolgárnak mondható, az ott megjelent társaság minden tagja meztelen volt. Camille családja szégyelte a különc, gyakran hisztérikus botrányt keltő lányt, és féltették a család szemefényének, a franciák egyik nagy költőjének, Pólnak, Camille testvérének reputációját. Ezért Camille-t a bolondok házába záratták, ahol épp elmével kellett élő halottként leélnie élete utolsó 30 évét. De még mielőtt oda került, el kellett szenvednie, hogy imádott mestere és szerelme Rodin otthagyta egy másik nőért. A sorscsapások célpontjában élt. Bár gyönyörűnek született, bizonyítják fényképek és Rodin róla mintázott szobrai, mint például a Csók, Danaida, az Örök Bálvány, de sánta volt, amire két ízben is utal a mai előadás koreográfiája. Először a Rodinnel való első találkozásnál, amit Chopin zenéje kísér, majd a Verdi Lakrimóza végén, ahogy odavonszolja magát a magány szimbólum székéhez. Anyja nem szerette. A társadalom kivetette, szerelme elhagyta, családja a börtönök börtönébe záratta. Ennek az elkározott zsenének életéből, érzéséből kapunk villanásokat ma este, amikor is az első képben Rodin Danaida című szobrát látjuk a vásznon, és alatta a színpadon élő alakban. Majd halljuk, sőt, látjuk a Camille-hoz írt vers első 3 verszakát. Halljuk hangfelvételről a színpadon látható nőalak tolmácsolásában, és látjuk ennek a nőalaknak mozdulataiban, ahogy vörös fájtlával megjeleníti a lángoló márványt. Ezután Bach zenéje szól, mi alatt Rodin szobrainak sora, amelyekbe kezével és ötleteivel nagy mennyiségben bedolgozott Camille is jelenik megvetítve. Majd Chopin Hámol szonátájának lassú tételével robban Rodin számunkra láthatatlan lénye az emlékezés színpadára az odasugárzott fényalább keretbe, és Camille szellempadödőben mondja el az első találkozás pillanatát, szerelmük hajnali ébredését. Egyszerre csak a szobrászműhely kopácsolása üti meg fülünket. Camille árnyalakját látjuk a magasban, amint szobrokon dolgozik. Majd a kiállítás és az őt megvető társadalom távoli zsivaja szűrődik be. Camille dühösen bevágja az ajtót. Mégis volt egy szobra, amit értékelt valaki, Debussy, és a zongoráján tartotta a La Valse-t. Ezt látjuk kivetítve. A színpad sötétjéből előtűnik Camille alakja. Odalépdel a zongorához, finoman felnyitja a fedelét, végsimít a billentyűsoron kezével, és amíg táncolja Debussy holdfényét, a vásznon látjuk a táncot szoborban. La Valse. A tánc után Camille lecsukja a zongora fedelét. A színpad sötét. Szívdobogást hallunk. Fenn a vásznon Camille kezét tördeli ujjaival, árulkodva lelki gyötrelmeiről. Most hirtelen lecsapó villámokban dübörög fel Verdi rekviemjének eget-földet rázó Dies iráe, Isten haragja. Ott tombol előttünk a sorsa ellen lázadó nő is. A kis kapott faszéket, amíg hivatva van a reálvára börtönt és magány szimbolizálni, dühösen vágja a padlóra. Dies irae, Isten haragja most az ő haragja, nem az ítélőé, hanem az elítélté. Aztán elcsitol a düh, kétségbeesett lázadás, harag, és marad a végtelen, mindent elöntő szomorúság. Verdi Lakrimózája a világ legszívettépőbb zenéje, a mindenség határtalan fájdalma. Camille szobrán egy nő alak térdel, a férfi után kétségbeesetten kinyújtott karral. A férfi maga is szenved. Még egyik kezével visszajelez, de már a másik vállára fonodik az új asszony karja. Fenn a vásznon, térdeplő nőszobor alatt, a színpadon térdel az élő, majd feláll, és a megtört Camille odasántikál a kiskopott faszékhez, boldogtalansága szimbólumához. Ott ül öregen, jeges börtönében örök magányra ítélve. A távolból reménytelen dermed zene. Lépések a hóban. Debussy prelüdjének első taktusa alá ezt írja. Ennek a ritmusnak olyan hangértéke legyen, ami egy szomorú, jeges táj mélyéről jött. És tegyük hozzá, ahol Camille Claudel élt és meghalt. A fény napszikrából szökken millió szivárvány. Ő alkotta lelkem. Testem még szunnyadó istenlány. Mély burokban hideg, síma, lángoló márvány. Nevem majd, ha lesz talán nem felejtik el, s mondják, ő volt Camille Claudel. Megszült a márvány, megszültem benne mindent, mi itt verde szívemben, mindent, amit kaptam, s azt, amit tőlem vettek el a szobrász, én vagyok Camille Claudel. Kaptam csókot, kaptam álmot, szerelmet, téged egy Istent kiálnok. Tanultam tőle, csodáltalak, szerettelek. Néked adtam mindenemet, Rodin. Cserébe koldusbotot, gyötrelmet, igen, ezt adtad nekem. Te küldtél pokorrel, kiről szobortál, halhatatlan csók. más voltam, mint a többi. Ez bűnöm, mit elkövettem? Kitaszított, megvetett, lelki leprás lettem. Saját családom börtönre ítélt, kárhozatra juttatott. Gondolom, vihogva gondolják, most már halálomig bolondok közt bolondozhatok? Keresztfámra írjátok no fel, itt függ élve egy halott, Camille Claudel. Csak ülök öregen, a magány rám fagyott, lelkem béna. Lépések a hóban, múltam elhagyott, életem könyörgök vede, többé már én nem vagyok Camille Claudel.